Oké. Eszünk. Iszunk. Mi a véleményed? Berakjuk még a földbe a krumplit? Kell? Próbáld meg. Nem tudom, az a kérdés, hogyha később én hozzá update elő akarod -e venni. Nem. Nem hiszem. Ezzel többet nem akarsz játszani. Szerintem ez nagyjából ki van maxolva még. Még ez a küldetés sor van, hogy ezért házasodna a gazdasz. Csá. Akkor ne, akkor lesz elég pénzed. Várnom kell 2 percet még itt. Jaj, jó. Jó. Tökölni, just take a prost. Na Pityu, adjad ide nekem a Eternitet, hadd menjek haza kalapálni a Zsófinak. Építettem valami nagyobbat. Oké. Okay. Dokumentumok Zsófinak. Értem, és a pap ne vegye észre. Hát jó. Érdekes egy küldetés sor. Irány a templom, nem? Irány a templom. Mi lesz a templomba? Ki kell ásni valami dokumentumokat a sírból a Zsófinak. Ó, az előző férjének, aha. Hagyatéki papírokat veled ásatja ki. Nem az a baj, hanem azt mondja, hogy és a pap se vegye észre. Hát... Akkor este. Vagy kora reggel. Mondom én, akkor hagyatéki papírokkal együtt temették el a volt urát. Na. Majdnem eltaláltam a szöveg alapján. Csak nem emlékszek, hogy hol kell ásni. Írt a korábban. Hol puha a föld? Meg kell találni Ferenc sírját. Aki nemrég elhunyt. Látsz valahol sírhantot, frisset? Tudod, ilyen kitüremkedés a földből. Hát, nem nagyon. Itt van valami. Ez a szüleink sírja. Jó, azt ne ás ki. Nem igazán látom, de lehet, hogy éjjel kéne jönnöm. Hát, ha a pap egész nap kint rosszul, akkor igen. Jó, addig szerzek tök lámpást. Hullarablás régen se volt. Valami poénos dolog.
Ó, gyönyörű. Leteszed akkor is világít? Nem tudom letenni. Ó. Hát így akkor meg munkát se tudnál végezni vele. Csak világítani. Templom. Pap bácsi még este 7-kor itt van. Remélhetőleg nem éjféli misét fog celebrálni. Én azt se tudom, hogy hogyan állapítom meg, hogy melyik sírt kell kiásni, tehát hogy még itt az ilyen probléma. És meddig este 9-ig van itt a pap bácsi? Isten háza mindenki előtt mindig nyitva áll, nem tudtad. Őszinte leszek. És hirtelen nem tudom, hogy... Ásót hoztam magaddal? Igen. Béna vagyok, de nem ennyire. Azt tudom elképzelni, hogy csak éjszaka jelenik meg a kiásható rész. Lehet. Jó, hát a kezdő hullalabb lóvér rá kell kérdezni mindenre magam. Uram, nem szoktál gyakran hullákat hontolni. Na. Részt vettem egy misén, meg adományoztam a papnak. Szerinted? Ásóval a kézbe esetleg. Ha meg nem látok. Hát, ez ilyen. A szüleid én. Biztos, hogy a szüleid sírja te? Igen. Ez a földművel is engedik kell. Szerezni. Figyelj, az biztos, hogy itt van elhontól. Hát, ez a temetély. Hát... Nem mindenkit a temetőbe temettek régen se. Igen? Hát. De akkor miért mondta, hogy a pap meg ne lássa? Hát, oké. Okay.
Ezt tudom, hogy a szülők sírja, tehát hogy az ezé. Hogy így rá kéne nézni mindegyikre. És látsz rajta szöveget is, mert akkor csak én nem tudom elolvasni. Hát ez ink... Aha, megvan. Ez eddig nem volt itt. Nézd már meg mennyi az idő. 21:56, már? Nem, azt hittem, hogy vagy csak később jelenik meg a sír, úgy, hogy jó, megvan a, megvan a dokumentum elvileg. Oké. Okay. Lehet hazamenni, aludni. Sírablás projekt sikeres. Megvan a dokumentum. Nagyon jó. Szuper izgéküldi volt, ugye? De nem, nem érzel valami furcsa illatot, nem? Már van, hogy... Csavarja az orromat. Csavarja az orrodat? Uh-huh. Ilyen bomló emberi szag. Nem, semmilyen nincs. A nagyobb probléma, hogy Zsófi még mindig nem van benne a baúdban. Zsófi! Megjöttem! Lehet, hogy etett a drága. Meghoztam a csirkét! Kicsit szomjas volt a csávó, meg éhes. Hát ilyet? A kisbót hátuljánál felálltam a Zsófit. Na, hogy meg vagy vezetve, már pasia van. Csak téged ugráltott. Oké, győzd meg Helénát, hogy... Helénát? Hogy randízzon velem? Ugye nem velem, hanem István szerelmes a Helénába, de nincs ideje, hogy megtegye az első lépést. Értem, a mi építőnk kell randízni, és ki ez a Heléna? Nem sok csaj, nem lehet, hogy a másik, aki a magot árulja. Anna, itt ez az Anna egyébként. Jaj, akkor a Teklának a lány. Igen, ezek hímek. Igen, biztos. Jó, megnézted őket. Helena. Hogy hívták a TS-ben a csajt? Az Tekla volt, nem? Az volt a Tekla? Ez Mária. Ez Mária? Ja, ez a Mária. Akkor ki a Tekla? Nézzünk csak Betty Vadarhoz. Szövevényesebb a dolog, mint a barátok közben. Ez biztos? Itt is mindenki mindenkivel van. Nibelona Stakroglosovic. Dunipas Maytaxel look hill. Úgy láttam, az abroszba beöltözött a csaj. Oké, ajándékhoz eljegyzés egy őrőt. Jó, hazamegyünk.
hogy mit ír. Az ikrek viszont egy kincset, mert a kincsről meséltek a régi erdei templomban, csak egy medve őrzi azt. Oké. Okay. Az jó hangzik. Hát ez, tudod, ez a, azt már elhoztuk. Igen? Igen, onnan hoztuk az eljegyzési gyűrűt. És lőttél medvét is? Vagy megkergetett és megölt? Hát volt ilyen is, meg olyan is. Több éve sztori, már nem minden dereng. Hol a gyűrű? 10 ropi a gyűrű, hova tetted? Megvan. Kamrába tároljuk a gyűrűt. Ó. Hát élelmiszer volt a csaj, még jó, hogy a kamrába tárolom. De buta vagy, az biztos, hogy eladnám, gondolnám, hogy neki van a gyűrű. Aha. Odaadtuk a gyűrűt. Kaptunk egy csomó lóvét, meg gránátot. 2000-es csomó, hát. 2000-et. Hát ja, hát most az csomó lóvé, na. Eljössz hozzám feleségül, drágám. Előkészületek az esküvőre. Kettő is. Látogassuk meg a papot. Így nyomja a kézküldiket 1000-rel. Hát de ugyanazt írtak, hogy ajándékoz eljegyzési gyűrűt. Beakadt. Szerezzük vissza a pap stóláját. Mi van? Meg orgonistát is kell szereznünk. Tudsz orgonálni? Ne, azt mondja, hogy pipa. Tehát azt mondja, hogy az orgona... Orgona... Van az orgona? Bent van, a karzaton. Igen. Ott volt a lépcső. Francia kulcs, oké. Okay. Szépre mondom, francia kulcs, és kell hozzá ilyen lom is. Igen? Mhm. Uh-huh. Most ószeres vagy, vagy orgonát javítasz, nem mindegy, hogy lom is vagy. Francia kulcs, tessék. Ez nem tudok mit kezdeni. Vagy... Oké. Még egy gyűrű? Hát lehet, hogy az eljegyzési gyűrű, meg külön van azért a sima gyűrű, tudod. Akkor drága buli lesz, és mennyi a gyűrű?
Hát gondolom 10 000-re a falu vezetőhöz kell menni. Meg jó, hogy gazdag paraszt vagy, amikor ennek a bulinak nekifogtam, hogy egy-két évi kuporgatnod kéne a gyűrűre. Oké. Rendezd be az alkoholokat. Kell egy csomó pia. Kell egy csomó kaja. És kiváló húslevest eddig még nem is tudtál főzni. És 3 darab lemezt kell a gramofonhoz, valamint egy egész vaddisznó. Oké. Azért én nem akarom azt mondani, hogy a kúva életbe. Miért szerinted egy, hogy mondjam, egy vidéki lagzi hogy zajlott, főleg annak idején? Elmentek a helyizébe, kajáldába, azt megebédeltek? Már nem mondjam, hogy megvacsoráztak. Meg kell találnunk az orgonistát, alkoholok, kaja, piam, zene, izé, jó. Ennél nincs lemez. Nem csak piálni akarok, ki? Ennek van... esküvői slágerek? Az kellett az egyik? Nem tudom, biztos. Igen. Go by to Jess's, we're Mislik. Esküvői slágerek. Nem emlékszek már, hogy kinél voltak a lemezek. Látogass meg Fülöpöt a piacon, oké. Ő az orgonista? Lehet. Jó, most lemezeket kell keresnünk. Mindenki tud táncolni, második lemez. Csak eddig nem voltak náluk a lemezek, mert én nem... De. Akkor csak kimarad. Azért megnézem, hogy a csajnál ne legyen véletlenül lemez. Na nincs. Jó, papbácsival nem lehetett bizniszelni, akkor nézzük Annáékat. Nem tudom, hol lesz a harmadik lemez. Kettő hát megvan. Való szétszórva, majd meg lesz a... Nem itt. Ha valamelyiknél lesz, aki gondolom csak akkor adja, ha megrepúzzuk. Már nem ennél. Ennél se. Jó, ígyunk vizet. Együnk tojást. Fűrész telepjen. Ha valakinél csak van egy lemez. Nem ennél. Nem ennél. Ja de. Forró kelet. Megvannak a lemezek. Ez volt a könnyebbik rész. A kiváló húslevest meg a főzésen az lesz érdekes. Oké.
hogy nem lesz szarba. Nem, nem ez kellett. Ne... Papnál kell legyen eladó készlet. Oké. Okay. Akkor vettünk 10 000-re fölöslegesen. Mert ő találni akar, de... De tudod, van eljegyzési gyűrű, meg van jegygyűrű. De szerintem te a jegygyűrűjé mész a paphoz. Jó, az már csak egy 1000-es lett volna, mindegy. Na. Tudod, hogy mennyi krumpli basz ki a 10 000? Rengeteg. Ja, az egy fél teherautó krumpli. Eltékozolja a vagyon, nem elisz elkölti gyűrűre. Nem normális az ember. Oké. Pia, kaja, vaddisznó. Meg az orgonista hiányzik. Jó. Ezt kinek kell leadni? Elejteni és elvinni a polgármesternek, ja. Röf, 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 röf. Röf, 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 röf. Így csalogatjuk a vaddisznot, ugye? Hát, nem tudom. Felénk nem. Felénk terelni szokták őket, és a vadász egy helybe áll, majd amikor a látóterébe kerül, akkor lelövi. Felénk nem nagyon a vadász futkorászik, a hajtóknak a feladata felhajtani a vadállatot, nem a vadásznak. Röp, 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 röp. Röf, 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 röf. Nem szart mondtam, röfföt. Hát nézd meg. Az emberek mennyi szemetet kidobálnak az erdőbe, borzasztó. Röf, 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 röf. Hát azért bakker. Mondom röf, 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 röf. Hallod, bazd meg, mindenhol van egy szarvas. Hát, figyelj, a rossz vassal mit csináljanak? Hát kidobjál. Ne futkározz le nekem, röfi. Tessék, bazd meg, Asterix és Obelix szerzél vele. Itt egy egész vatkan. Oké, alkohol. Azt mondja, hogy mézes, málnalikőr, almabor, sör, meg vodka. Oké. Sört azt csak venni lehet a játékban. Kedvesem, miért van ilyen kevés söröd? És miért van ilyen kevés vodkád? A vodka lesz a problémás.
Nem tudsz főzni. Vodkát? Uh-huh. Nem, mert bimbert főztünk a krumpliból. Jó, mi kell? Mánali körből még egy. Ja, mert ez áfonya. Hogy az is kell? Az nem szerintem kell. Szerintem kéne mindenfajta szasznál. Nem. Az nem kell. Hú, finnyi. Az áfonya nem kell. Pedig mánából, meg főznünk kell mánali kört. Mert nincs elég. Jó. Viszont van málnánk, meg cukrunk. Majd jövök addig főzős kézzé. Jó, hát. Nincs elég befőttes üvegünk ilyet. Hát ennek pedig... kéne lennie. Meg vízünk sincs, de mondjuk azt tudunk tenni bele. Látjátok, hogy ilyen nagyobb lángot lehet csinálni. Aha. Jó. Oké, mána pálinka, alma bort kell még főznünk, méghozzá sokat. Elszaladunk venni almát. Mert a mi almafánk még úgy látom, hogy nem terem. Jó, alma pálinka is lesz. Mézes italból van kettő, az megvan. Alma bort meg mána bort főzünk. Sört megveszük, és a vodka lesz a gond. Na, nézzük, hogy hol lehet venni még piát. Talán ezektől. Itt kettő van, igen. Üres üveget tárol, de ezért nem. Ez mit tárolt még? Bimber, de az nekünk nem kell. Jó, nézzük. Húsocskat cipelünk. Ő, tényleg van nálunk ez az. Már nem? Jó, nézzünk Beti Vadarhoz. Igazából Helena árulhat még nekünk vodkát. A lesbem, see Naple Wodicki. Igen, négy vodka. Mert Helén a nagy főzőmester. Hát itt meg lehetne venni a málnát is. Meg az almát is. Hm.
Meg is veszem. Jó. Akkor már csak a... Ja, az alma borból még kell. Aha. Jó, de majd holnap lesz neki. Akkor hazamegyünk, alszunk egyet. És utána meg lesz a pia készletünk, akkor a esküvőre, amit le kell adni a... Le kell adni a polgármesternél, azt hiszem. Tehát mi hiányzik a piából? Az almabor, amit a Helénánál vettem meg a Tivadarnál, meg a sör, aminél utána ott rögtön be is lehet adni a küldetést. Adjál nekem még két almabort. Ott meg veszek sört, és akkor veszek sört. Megvan minden pia. Oké. A kólok készen vannak. Oké. Okay. Sonka gipsz, az a szeletelt sonka, főtt kukorica, az kukorica, amit megfőzünk. És lehet kapni kukoricát? Nem. Nem baj, majd veszünk itt. Négy darab főtt kukorica kell, és hát megveszem az egészet. Nem tudom mennyi kell bele, de... Ezé, akkor hazamegyünk főzni főtt kukoricát. Meg sonkát szeletelni. Volt kék színű festékünk? Jó. Oké. Oké. Főtt kukorica receptje. Aha, jó. Oké. Begyújtjuk a tüzet, mert itt felejtettünk egy pálinkát. És megtöltjük vízzel a fogatot. Aztán főtt kukorica, 3 órán keresztül főzünk egy kukoricát. Ez elég betegül hangzik, nem? Na mindegy. És mi van nálunk? Van nálunk antibiotikum.